Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér műsorunk elérhetősége adásunk alatt az 516-110-es telefonszám, ahol hozzászólhatnak, elmondhatják véleményüket. Témánk pedig ismét előkerült az egyes számú székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezet, azon belül is a költség megosztó kérdése. Több megkeresést kaptunk e-mailben, levélben, telefonon is, úgyhogy most ezzel a témakörrel fogunk foglalkozni. Jöjjön is az első hozzászólásunk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy több lakó arról számolt be, hogy szeretnének légköbméter alapú fűtésre visszatérni, ezt a többség szeretné, azonban mégsem tudnak megoldást találni, és nem tudnak megszabadulni a költség megosztóktól. Következzen tehát az első összeállításunk. Farkas Károly vagyok, a Kelemen Bila 22-ből. Hát sajnos nálunk is az a helyzet, mint a szövetkezetnél általában, hogy vannak költségmegosztók a radiátorokon, annak ellenére, hogy ezt a mi lépcsőházunk, sőt nem csak a mi lépcsőházunk, a mellettünk levő lépcsőház is, akivel egy hőközpontot alkotunk, nem igényeltük soha, és eleve tiltakozunk is ellene. Ennek ellenére a szövetkezet ránk erőlteti ezt a költségmegosztót, sőt, hát a Farkas Béla azt állította, amit ugyan nem tud bizonyítani, hogy 2021-ig ezt a megoldást fenn is kell tartani. Most volt épp olyan, hogy a tavalyi évben ugyebár, hogy kellett választanunk, hogy igényeljük-e esetleg az újfajta költségmegosztót, amit már rádiós leolvasással le lehet olvasni, de hát nem kell bejönni a lakásba. Olyan alternatíva nem volt, hogy mi köszönjük szépen, de nem kérjük ezeket a költségmegosztókat, annak ellenére, hogy már 2 éve lejárt az a 10 év, amire szabatosságot vállal a gyártó, tehát ezek a költségmegosztók már 2 éve, hogy ki kellett volna, hogy cseréljék őket, ez még a mai napig nem történt meg. Igaz, hogy a Farkas Béla által küldött levél be azt írja, hogy plusz 2 év, egy plusz még 1 év van, a raktározásra 1 év, meg hát az akkumulátor élettartalma is még bír ennyit, de ez akkor is már szerintem, az én véleményem szerint nem hiteles, mivel 10 év után mindenféleképpen cserélni kellett volna ezeket a költségmegosztókat, ennek ellenére most is ez alapján számolják el az idei fűtést. Nem próbáltak megérdeklődni ezzel kapcsolatban mondjuk a szövetkezetnél, vagy akár a költségmegosztóval foglalkozó cégnél, hogyha jól tudom, itt is a Techem végzi ezt. Igen, a Techem végzi. Hát a Farkas Béla állítása alapján a polgármesteri hivatal kötött szerződést ezekre a költségmegosztókra, és náluk található ez. Polgármesteri hivatalt megkerestük több ízben is, én személyesen is. Beszéltem az aktuális illetővel, aki ezt tartozik, ez az ügy, és ő azt mondta, hogy ők, a polgármesteri hivatal nem kötött semmiféle szerződést a Techemmel, hogy ezt meddig kell üzemeltetni. Tehát ezt az állítását, hogy 21-ig üzemeltetni kell, a Farkas Béla nem tudja iratokkal alátámasztani, arra hivatkozunk, hogy forduljunk a polgármesteri hivatalhoz, akik egyértelműen kijelentették, hogy náluk ilyen szerződés nincs. Ennek ellenére erőltetik. Volt olyan lakótársunk, aki írt szintén levelet, jó magam is, a szövetkezetnek, hogy nem szeretné ezt a költségmegosztót, őt is a polgármesteri hivatalhoz irányították. És sajnos hiába van az, hogy a többségünk nem szeretné, ennek ellenére kénytelen vagyunk elfogadni ezt, mivel a szövetkezet ezen nem hajlandó változtatni. Annak ellenére, hogy kaptam az idén 2 levelet februárban és márciusban is a Farkas Bélától, ahol azt állítja, hogy a többség, tehát a közösségünk ezt választotta, ezt igényli, és ezért tartják tulajdonképpen fent ezt a rendszer tovább is. Ami nem pedig a valóságot, tehát ez egy valótlan állítás Farkas Bélától. Akkor miért nem próbáltak meg, vagy megpróbálták jelezni itt a lakók közösen, a házban élők, a szövetkezeti tagok, hogy mondjuk visszatérnének a légköbméter alapú számlázásra? Ezt próbálták nekik jelezni? Igen, ezt én személyesen is írtam a szövetkezetnek ezügyben, ha a mellettünk levő lépcsőházban egyik tagtársunk aláírás gyűjtött, és a mellettünk levő lépcsőházban egyetlen egy személy volt az, aki ragaszkodna továbbra is a költségmegosztókhoz. Ezt el is küldte a szövetkezetnek ezt az aláírást. A mi lépcsőházunkban úgy van, hogy 2 személy, 2 lakás van, amelyik szintén ragaszkodnak költségmegosztókhoz, és 1 van, ahol a 2 tulajdonos nem igazán ért egyet ezzel, a többiek viszont szeretnék visszatérni a légköbméteres elszámolásra. Vannak itt kisgyerekes anyukák is, akik kénytelenek sajnos télen nem a radiátort hűtésre használni, mert ha a radiátort hűtésre használnánk, az nagyon sokba kerülne, hanem póthűtést használni.
így próbálnak spórolni, és a gyerekük egészségére vigyázni. Hányan élnek egyébként ebben a lakásban? Ugye említette, hogy ketten továbbra is a költségmegosztót tartanának jónak, egy helyen nem tudnak megegyezni, és kik azok, akik összességében meg szeretnék, hogyha légköbméter alap, csak hogy tudjuk, hogy hány az az arányszám. 16 lakás van ebben a lépcsőházban, mellettünk levő lépcsőházban is, és ugye már van két lakás, amelyik nem is, egy, ahol az álláspont ütközik, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 13 lakás van az, aki szeretne visszatérni. És mivel, hogy a két lépcsőház egy hőközpontba tartozik, a mi véleményünk erőteljesen azt lehet mondani, hogy durván 90%-a a lakóknak igen szeretne visszatérni a légköbméteres elszámolásra. Stúdiónk vendége pedig Szabó Melinda, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mi a tapasztalatuk, mi a problémájuk a költségmegosztókkal? Hát én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszönjük a lehetőséget is. Rengeteg probléma van a költségmegosztókkal. Először is azt állították, mikor 2014-ben próbálták az optika elektronikus lecserélni a rádiós költségmegosztókra, hogy azért van szükség rájuk, mert hogy ezeket az optikaikat nem lehet kívülről leolvasni. Van olyan taktársunk, aki saját szemével látta azt, hogy igenis, hogy a TEHEM szakemberek kívülről olvasta le. Tehát egyáltalán nem lett volna nagy szükség arra, hogy 14-be egy csomó költségmegosztós rádiósra lecseréljenek. Annál is inkább, mert erre a TEHEM 25 éves magyarországi évfordulója alkalmából került sor. A LOSZ-on keresztül, a LOSZ otthonunk alapítványán keresztül olyan címszó alatt hirdettek meg egy pályázatot, hogy adnak bizonyos támogatást, és elősegítik azt, hogy sokkal gazdaságosabb, modernebb készülék kerüljön felszerelésre. A pályázatban az az érdekes, hogy ki volt írva, hogy közgyűlés vagy részközgyűlési határozat kellett volna. Itt hangsúlyoznám azt, hogy nálunk 1992 óta nem volt közgyűlés, tehát ez is aggályokat vet fel. Azon kívül itt szóba került, a taktárs említette, hogy meg a Tófalvi, a TEHEM vezérigazgatója úr itt volt a tévéműsorban, és itt egyértelműen kifejtette, hogy 10 évig jók a lítium ellemek. A Farkas úr azt említette, hogy kapott az ügyvezetőtől olyan levelet, hogy 10 év plusz 1 év plusz 1 év, tehát ezzel is különféle aggályaink vannak. Egy csomó olyan épületünk van, ahol már valóban lejárt réges-rég a 10 év, és mégis ezek alapján a úgynevezett nem hitelesíthető költségmegosztók alapján történik az elszámolás. Ezt hogy érti, hogy úgynevezett nem hiteles vagy nem hitelesíthető? Akkor ezek szerint nem hiteles mérőeszközök ezek? Nem. Egyetlen egy hiteles mérőeszköz van épületenként, ez a Széphő ZRT tulajdonában van. Azon kívül az is aggályos, hogy például én levél tudom igazolni, Farkas úr leírta azt, hogy amikor az elsőket felszerelték, mert van olyan épület, ahol már harmadik félét vetették meg, a pároloktatóst, 2001-ben például a mi épületünkben beszerelték, amit 2005-ben aztán betiltottak, nem is lehetett használni. Azt állította Farkas úr, hogy mikor az elsőket felszerelték, meg nem álltak rendelkezésre modern eszközök, amelyeket azóta kifejlesztettek. Hát Farkas úr nagyon el van tévedve, mert a TEHEM vezérigazgatójától kapott levélbe egyértelműen bent van, hogy rég rendelkeztek már modernekkel, mikor nem tudom, hogy milyen alapon, esetleg a raktárkészletet próbálták kiüríteni, vagy nem tudom pontosan az okát, hogy miért az elavult régieket szerelték fel, mert itt van, hogy az optika elektronikus már 1998-ban rendelkezésre állt, ennek ellenére nálunk a 2005-ben betiltott pároloktatót szerelték be. A 2003-ban már rendelkezésre álltak a rádiósak. Tehát a panel program, mikor folyt, már rég be lehetett volna rádiósakat szerelni, ennek ellenére az elavult optikait szerelték be. Majd 14-ben újabb költségbe verték a közösséget azzal, hogy ezeket az elektronikusat lecserélték rádiósra. Azon kívül itt az elszámolásokkal óriási problémák vannak. Én levélbe fordultam a vezetőséghez, és kértem, hogy hogyan, hová, miként történnek a szövetkezet kezelésében lévő lépcsőházak fűtésdíjainak elszámolása. Itt az iktatott levél. Erre a gazdasági vezetőnk
a következő választ adta. A lépcsőház fűtés díja a lépcsőház üzemeltetési költségei között szerepel. A gazdasági vezető, aki tulajdonképpen az összes elszámolásért felelős a szövetkezetnél, nincs tisztában arra, hogy ez az állítás, ez valótlan állítás. Itt van a Széphöz ZRT-től kapott válaszlevél, amiben egyértelműen kiderül, hogy a lépcsőházra alapdíjat számlázunk, a lépcsőházi fűtés, mert itt fűtésdíjról van szó, a fűtési díj azt állítja, hogy a fűtési díj az üzemeltetési, lépcsőházuk üzemeltetési költségében van elszámolva. Azt állítja a gazdasági vezető. Ez nem igaz állítás, mert a lépcsőházok fűtés díját a lakások között felosztásra kerülő holdi tartalmazza, de ez még világosabban le van írva a tehem levelében, ami egyértelműen mondja, hogy a lépcsőházi fűtés része a teljes hőfelosztási hőmennyiség, a lépcsőházi fűtés költségéből minden díjfizető a lakása nagysága, vagyis légkörméter alapján részesedik. Tehát a lépcsőházi fűtés díj az nem az üzemeltetéshez van, és itt az elszámolásokkal óriási probléma van a szövetkezetnél. Készítettem egy összevont táblázatot, mert abból sokkal jobban lehet látni a pénzmozgásokat. Ebből a pénzmozgásokból kiderül az, hogy például a 2012-es küldőgyűlési jegyzőkönyvig, küldőgyűlési anyagig egyáltalán nem szerepeltették sehol, hogy mennyi pénzt utaltak a költségmegosztókra a tehemnek. Összevonták a vízfűtésszerelési díjakkal, ez annál is aggályosabb, mert a leolvasásokat igazgatósági tagok, szövetkezeti alkalmazottak végeztek, és ide-oda ment a pénztologatás, és nem tudjuk, hogy milyen összegekről van szó. Tehát a 12-es küldőgyűlési anyagban szerepel először, hogy költségmegosztó elszámolás, és a költségmegosztó elszámolások összegei, hogyha tulajdonképpen összeadnánk, mert 1997 óta már megy itt a tehemmel való összefonódások miatt a költségmegosztóknak a felszerelése, holott az EU-s irányelv 2012-ben született meg, ami a költségmegosztókról szól, és az EU-s irányelv szerint ahol gazdaságos, ott kellene, és ahol lehetséges. A Magyarország tulajdonképpen a jogharmonizáció miatt bizonyos mértékig tett kísérletet erre, de a régi panelek, a 70-es években épült panelek teljes mértékben alkalmatlanok arra, hogy akár hőmennyiségmérővel, akár költségmegosztás módszerével igazságosan lehessen a fűtésdíjakat elszámolni. Nekem az a határozott véleményem. Mindjárt megyünk innen tovább, nézzünk meg egy összeállítást, amit szintén egy tag keresett meg minket, és hogy ő neki mi volt a tapasztalata. Ben a Széchenyi Torni szépben, hát megjelentek a szerelők, egyeztettek, fúrtak, forogtak, és a radiátor felső és alsó csőveit összehegeztették egy másik csőre, és arra hivatkoztak, hogy annyit hűtek, amennyit akarunk. Le is lehet zárni a fűtést, mert így nem fogom akadályozni a többi lakófűtését. Édesanyámikat, és úgy tudom, a lakókat sem kérdezték meg arról, hogy erre nekik van szükségük. A tehemmel kötöttek szerződést, a lakásszövetkezet, de hát senkivel nem történt egyeztetés. Tehát akkor nem kérdezték meg őket, hogy egyáltalán ők akarják ezt, semmiben nem vonták bele, hanem mondhatjuk azt, hogy kaptak egy ilyen kész tényként egy ilyen megoldást? Igen, egy kész tényel elindulták őket. Az uniós szabályokra és az uniós követelményekre hivatkoztak. Hát ez azóta már biztos, hogy megváltozott. Nos, akkor ez volt egy vélemény. Önnek egyébként mi volt a tapasztalata? Most itt arról panaszkodott ugye az érintett, hogy velük nem egyeztettek.
Hát sajnálatos módon azt mondhatnám, hogy ez a szövetkezetnél bevett szokás, hogy a fejünk felett megkérdezésünk nélkül születnek a döntések a többsége. Habár az utóbbi időben a tagság sokkal erőteljesebben fellép, ezért változásokat, pozitív irányú változásokat bizonyos mértékig tapasztalhatunk. Hogy egy példát tudjak mutatni, például a küldöttgyűlési anyagok régebben ilyen vastagságúak voltak. Azt mondja, hogy 56 oldal. A felzúdulások eredményeképpen a legutóbbi küldöttgyűlési anyag, amit kiküldtek, 164 oldal, ilyen vastagságú. Tehát próbálnák az információkat megosztani, ezt próbáljuk kényszeríteni a vezetőséget, hogy tudjuk azt, hogy a rájuk bízott pénzünkkel hogyan gazdálkodnak. Itt a taktárs, aki megszólalt, említette, hogy 1997-ben kezdték meg náluk. Valóban a színatéri lakásokban próbaképpen alkalmazták a telmes költségmegosztókat. Tartottak is egy fórumot még 97-ben. Én olyan vagyok, hogy általában papírokat őrzök, tehát ez nem biztos, hogy Farkas úr ennek különösebben örül, mert tényekkel tudom bizonyítani az állításaimat. Na, ez teljes kudaszba fulladt, mert a szénatéri lakók felszólaltak, hogy alkalmatlanok a költségmegosztók arra a célra, amire próbálják rábeszélni a tagokat. Hogy nálunk hogy történt? Úgy történt, hogy 2001. május 12-én kaptunk egy ilyen szavazólapot, amikor semmit nem tudtunk előzőleg róla, hogy milyen pályázatokról, meg hogyan, merre, meddig van szó. Ebbe közölték, hogy aki nem engedi a költségmegosztókat felszerelni, az büntetéses szó fűtésdíjat fog számolni. Tehát megfenyegették a tagságot. Látszik, hogy az aláírások 16-án 15 tagból a mi lépcsőházunkban két tag írta alá. Esélyese volt nagyon a szövetkezetnek, hogy többet aláírjon, mert nem tartózkodtak Fehérváron a lakók. De már május 21-én kiértesítettek bennünket, hogy 30-án jönnek szerelni. Ha Magyarországon minden így zajlana, ilyen gyorsasággal, akkor ez egy csodálatos, mesés ország lenne. Azt mondja, majd a későbbiekben Farkas úr azt állítja, hogy a költségmegosztók felszerelése a panelprogram keretébeni pályázati elfogadás feltétele volt, és a pályázat közben nem lehet csemegézni, hogy a pályázatból ezt választom, azt meg nem. Ez egy egységcsomag. Hát, most, ha jól emlékszem, Farkas úr azt mondta, hogy ő kikérte ezt az adatot, és ott azt mondták, hogy nem volt ilyen lehetőség, ha nem jól emlékszem, lehetséges itt a bejátszó elején. Igen. Én dokumentummal tudom bizonyítani, hogy az én lépcsőházamban, a salétrom 11-19-ben ablakcsere és homlokzati hőszigetelése vonatkozott a pályázat, költségmegosztók felszerelésére nem. Tehát a mi épületünkben szó se lehetett volna a költségmegosztókról. Ennek ellenére a fű alatt a panelprogram, amikor elkezdődött, mondom, hogy a 2005-ben betiltott a pároloktatós, kénytelenek voltak megkérdezésünk nélkül lecserélni. Tehát óriási pénzek mennek el. De ha nem kötelező a pályázat, nem írja ezt elő, ahogyan ugye most itt a papírból vagy dokumentációból látszik, akkor miért nem térnek vissza légköbméter alapúra? Mert a vezetőség nem engedi, mindent megtesz ennek ellehetetlenítésére. Itt van például egy másik levél, ezt Herceg úrtól, az elnökünktől kaptunk, aki azt állítja, hogy a lakástulajdonok sok 100%-os döntése kell ahhoz, hogy hozzá visszatérjünk. Ez nem igaz. Tehát 50 plusz 1-jel, és itt szeretném fölhívni a taktársak figyelmét, hogyha idén, most véget ér a fűtésszezon, azonnal lépjenek akcióba, és gyűjtsék össze az aláírásokat, adják le a szövetkezethez, nem tagadhatja meg a szövetkezet ennek a visszatérését. Annál is inkább, mert igaz, hogy a több levélben például az ügyvédünk Tettinger István azt állítja, hogy az eszközök, így a költségmegosztókat is legalább a szerződésben rögzített ideig használja, ezt írja elő a felújítási pályázat, különben vissza kell fizetni a támogatást, ez az időpont Fehérvári ház esetében 221.
2021. Vagy 2021. Említette a taktársunk is ezt az időpontot, de a szövetkezet ezt nem tudja igazolni. Több levelet nyújtottam be a szövetkezethez, hogy igazolja ezt a tényállítását. Ez, mivel ez idáig egyetlen egyszer sem tudta, vélelmezem, hogy ez megint egy hamis állítás. És azt írja közben a Tettinger ügyvédő, ám ha a határidő már lejárt, a közösség dönthet úgy, hogy a légtérfogat arányosan kívánja felosztani a költségmegosztókat. Ez megint micsoda dolog az, hogy tulajdonképpen véleményem szerint a pályázat már rég lejárt, mert azt hiszem, hogy 10 évig szólt. Akkor miért kellene nekünk 2021-ig fenntartani? Bizonyítsa a szövetkezet, nem tudja. Egyetlen egy dokumentummal az elnökünkhöz is fordultam. Az elnök sem reagált erre. Azon kívül, hogy mennyire félretájékoztatják, megtévesztik a lakókat, itt van egy ilyen levél, amelyben Farkas úr azt állítja, hogy 50 millió forint az, amit vissza kellene fizetnünk, hogyha visszatérnénk a légköbméteres hűtésre. Fehérváron egy csomó épület visszatért, sehol nem kellett visszafizetni. Mi az, hogy csak a mi pályázatainkra vonatkozna az, hogy vissza kellene fizetni? Azt mondja, hogy pályázati összeg az, aminek visszatérítésére kötelezhet a pályázatkérő állam, minden olyan pályázat, aki nem képes a hőmegtakarítás számszerű kimutatására. Majd azt írja, azért, mert megszüntette a költségmegosztó rendszert. Hát ennél nagyobb hülyeséget nem láttam. Semmi összefüggés nincs, mert mondom, hogy az épület hőfogyasztását minden további nélkül az épület igazolni tudja a szép hő, hiteles hőmennyiség mérőjével. Tehát semmi köze a költségmegosztónak ehhez, hogy leszerelem vagy nem szerelem le. Én azért nem értem, mert egyébként több olyan lakóközösséget is ismerek, nem az egyes számú lakás fenntartó területén, hanem más lakásszövetkezeti lakásokat is, ahol ugyanúgy lezajlott a panelprogram, és most éppen a Tóvárosban a mérőről tértek vissza a légköbméter alapúra, és nem kellett semmiféle pluszköltséget kifizetni a szövetkezeti tagoknak, tehát simán megtehették, plusz hát a következő adásban igyekszünk majd megkeresni a szép hőt is, de az utóbbi hónapokban, amikor beszélgettünk itt a fűtési időszak kapcsán, a vezérigazgató is elmondta, hogy igen, többen visszatérnek, és légköbméter alapú fűtést választják, és ezáltal a lakásoknak a hőfelosztása az hatékonyabbá válik. Megtanultak az emberek spórolni a költségmegosztóval, mert elzárták, és takarékosság jegyében használták azokat. Nincsenek horribilis számlák. A saját számlámat tudom példaként hozni, hogy nincsen nagy eltérés, és meleg van a lakásban. Én is arról tudnék beszámolni, tehát van olyan ismerősöm, akinél légköbméter alapú fűtés van, olyan meleg van, hogy szinte el kell zárni a radiátorokat. Egy radiátor, ha működik, teljesen ki van fűtve az épület. A fűtés számlája pedig olyan 1000-2000 forinttal több. Tehát nem is értem, hogy a szövetkezet vezetősége miért nem igazolja azt, hogy valóban nekünk 2021-ig fenn kellene tartani, és dokumentumokat szeretnénk látni, de sajnálatos módon ezt nem hajlandók megmutatni számunkra. És ez a felháborító. A másik felháborító dolog pedig az, hogy fizetünk, értelmetlenül, mert a felújítási pénzeinkből több százmillió forint ment el a tehen fele, amit úgy érezzük, hogy sokkal gazdaságosabban, hasznosabban is el lehetett volna költeni a tagság részére. Na, az elévülésről már szót ejtettünk, a Tófalvi úr is járt itt a köztérben, akkor kérdezték őt erről a témakörről is. Nézzük meg a vele készített 2017-es beszélgetésünk részletét. Amikor ezeket a készülékeket leszerelték, ugye, amikor ezek elérik a 10 éves élettartamukat, akkor onnantól kezdve használhatatlanná válnak, hiszen előbb-utóbb az az elem is teljes mértékben kimerül, és maga a készülék úgy van megalkotva, hogy ez 10 évet bír, utána le kell cserélni. Utána ez viszont sajnos elektronikai hulladék, és a korábbiakban többször tapasztaltuk, hogy ezek a készülékek a kukákban landolnak, de mivel az elektronikai hulladék, és főleg ezek a lítium elemek, ezek kifejezetten környezetszennyezőek,
hogyha a szemétbe kerülnek. Ezért mi ezeket a készülékeket minden esetben begyűjtjük, és gondoskodunk arról, hogy egy szakcéggel ezt ártalmatlanítassuk, tehát erről minden évben kimutatásaink, számlánk van. Amennyiben valaki szól, hogy ő szeretné ezeket megtartani, akkor erre felhívjuk a figyelmét, és természetesen ott hagyjuk a készüléket. Tehát itt esetleg valamilyen félreértésről lehet szó. Elképzelhető, hogy a kolléga elfelejtette megkérdezni, vagy valami hasonló, de abban meg tudom nyugtatni a kedves nézőket, hogy ez a készülék onnantól teljesen használhatatlan, és így talán tudunk tenni valamit a környezetünkért. Jó, tehát akkor azokat az ilyen elméleteket kizárhatjuk, hogy ezt utána újra felhasználták, csak azért, mert hogy ilyenek is vannak a köztudatban. Én azt gondolom, hogy nyugodtan kizárhatjuk, főleg akkor, hogyha megnézi, hogy egy ilyen épületből 10 év után leszerelt költségosztók úgy optikailag hogyan néznek ki. Én kizártnak tartom, hogy azt bármilyen formában még értékesíteni lehetne, de nyilvánvalóan nem ez történik, hanem ártalmatlanítatjuk őket. A másik ilyen örökzöld téma és probléma szokott lenni az elszámolások, korrekciók, költségek. Ezzel kapcsolatban kaptak-e tájékoztatást már, vagy mi alapján mennek ezek, illetve mik a problémás területek ön szerint, vagy mik a tapasztalatok? Hát szeretnék utalni itt a Tófalvi úr általi bejátszásra. Igaz, hogy ebben a műsorban, amikor bent volt, elhangzott az is, hogy soha nem volt 21 millió forintos elmes költségmegosztó elszámolás. Itt mutatom a küldőgyűlési anyagot, amiből egyértelműen látszik, hogy 21 millió 418 ezer forintot számoltak el. Tehát a telmes elszámolásokkal borzasztó sok gond van. Ezért szeretnénk átnézni a telmes szerződéseket. Hát én már 16-ban törvényességi eljárás keretében eljárást indítottam a szövetkezettel szemben, hogy nem adják ki, pedig fizetési kötelezettségeinket olyan dokumentumok kiadására kötelező a szövetkezeteknél, amelyek fizetési kötelezettségre szólítanak fel bennünket. Ez az ügy, ez mondom, 2016 óta megy, még jelenleg is folyamatban van, megjárta az első fokot, megjárta a kúriát, kötelezték a szövetkezetet a dokumentumok kiadására. Megdöbbentő volt, hogy miket nyújtottak be a cégbíróságra is. Kötelezték, hogy adják ki a TMS költségmegosztóval kapcsolatos elszámolásokat. Ezt nyújtották be, ezt a dokumentumot. Olyan szerződést prezentáltak, ami mondjuk 10 oldalas, 9 oldalas az első, minden második oldalt közöltek, tehát kihagytak. Tehát közölték az 1-es, 3-as, 5-ös és a 7-es oldalt a szerződésnek. Ez az egyetlen egy olyan, amelyikben látható, hogy mennyi lett a egy költség megosztó leolvasása. Ez itt azért érdekes, mert 14-es évre vonatkozik az elszámolás. Nekem van olyan dokumentumom, hogy Farkas úr 14 évre 3 különböző adatot közöl a forint és áfa összegbe fűtőtestre és éves leolvasásra. Egyszer közli azt, hogy az éves leolvasás az elektronikusra 517 forint. Ez a TMS szerződésben, amit végül is leadtak. A következő 14-ben küldött levelébe közli velem, hogy 616 forint áfa plusz költségmegosztó. A harmadik levelébe közli, hogy 586 forint áfa plusz költségmegosztó az éves egyszeri leolvasás. Tehát az éves egyszeri leolvasása 3 különböző összeget jelöl meg, ami már magába komoly kérdőjeleket ébreszt. Azon kívül ebbe a cégbíróságba benyújtott a dokumentumokban mellékleteket kihagyták, de a bizonyos mellékleteket közöltek. Azt mondják, hogy például olyan épületek is szerepelnek, amelyek nem is szövetkezethez tartoznak. Nem értjük, hogy miért. Azt sem értjük, hogy
miért nem egyeznek a lakásszámok? Például a mi lakásunk Salétrom utca 11, vagy mi háztömbünk Salétrom utca 11-19, 5 lépcsőház van, egy lépcsőházban 15 lakás van, 5x15, ez 75. Miért írja azt, hogy 81 lakás van? Ugyanilyen épület a Salétrom 1-9, ott már 89 lakás szerepel a 75 helyett. De mondhatnám a Kelemen Bélát is, ahol 32 lakás van, és 35-öt szerepeltetnek, de a többinél is hasonló a helyzet. Azon kívül itt a leadott dokumentumokban látható, hogy szinte minden évben kötöttek szerződést. Itt például egy 10 oldalas dokumentumból közölnek 2 oldalt. Hát felháborító, és ezt a cégbíróságra adják. És amikor jelzem a cégbíróságnak, hogy mi van, még a szövetkezet fellebbez, olyan címszó alatt fellebbeztek, mondom, 2016 óta megy az ügy, megjárta a fővárosi ítélőtáblát, kúriát, kötelezték a kiadásra, és még mindig nem hajlandók kiadni, sőt, most fellebbeztek a győri ítélőtáblához. Mindjárt megyünk tovább az adatokkal és a számokkal, de van egy telefonálom, Kupi Józsefné, köszöntöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok! Kupi Józsefné vagyok. Én nagyon szeretnék hozzászólni ezekhez a költségmegosztós dolgokhoz, hogy az előbb ugye öntől hallottam, hogy megtanultunk spórolni mi lakók, amióta fönn van a költségmegosztó. Na most erről én csak annyit, hogy mi 2 éve télen elvoltunk 3 hétre Csákvárra a férjemmel együtt. Mielőtt elmentünk itthonról, az összes radiátort elzártuk, hogy nem működjön, mert minek. A meleg vizet nem használtuk, és amikor kijött a következő hónapi számla, az életben nem fizettünk még annyi fűtésszámlát, mint akkor. És akkor én bementem a szövetkezetbe reklamálni, hogy megkérdezzem, hogy ugyan, hát ez már hogyan is van. És akkor azt mondták nekem ott, hogy hát ez hülyeség, hogy spórolunk. Mindenkinek hármason kellene, hogy működjön a radiátor, és az lenne a gazdaságos. Na most akkor kérdezem én, hogy hol van itt a spórolás? És azt esetleg nem kérdezte meg, hogy akkor mi alapján számolták ki az ön számláját? Mert hogyha elvileg vannak ezek a mérők, akkor annak is kevesebbet kellett volna mutatni, gondolom én. Igen, de állítólag ugye a központi óra, amit mér, tehát ami bejön a házba, a gázfogyasztó óra, azt leosszák lakásokra. És akinek kevesebbet mutat a felrakott számláló, hát annak valahogy főfele karpulának, vagy főfele kerekítenek, vagy szóval nem egészen értettem, ahogy az Évike nekem ezt elmondta, de hát szerintem azt mondta, hogy úgy kellene csinálni. És végül is most egész télen hármason működött a radiátorunk, az egész lakásban mindenhol, és nem fizettünk annyit, mint akkor, amikor spórultunk. Tehát akkor hol van itt a spórolás? Én csak erre lennék kíváncsi. Köszönöm szépen, köszönjük Én szépen. Én is köszönöm, viszonthallásra. Nos, tehát ez is a költségekhez tartozik, én azt gondolom. Igen, azt a problémát vetette föl, amit mi is feszegetünk, hogy tulajdonképpen teljesen hiteltelenek. Hiteltelen az, mert hogy lehet egy 49 négyzetméteres lakásnál, aki fizette a havi elszámolást, havi légkörméter alapú elszámolást, mert ez éves elszámolás volt, évvégén számoltak el, fizette a légkörméter alapú havi ráeső részt a 49 négyzetméteres lakásra, évvégén kihoznak 560 ezer forintos plusz számlát. De tudnék mást is mutatni. Ugyanez a probléma mutatkozott a Budai út 46-ban, 340 ezer forintos plusz számlát hoztak ki. Tehát teljesen hiteltelennek tekint. Az én határozott véleményem az, hogy ezek a költségmegosztók teljesen alkalmatlanok arra, amire. A LOSZ, a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége, az Otthonunk Alapítvány kimondottan arra, az a véleményem, hogy a LOSZ Otthonunk Alapítványt arra hozta létre, hogy a tehem gazdasági érdekeit lobbiztatva a döntéshozókra befolyást gyakoroljon. Ez nagyon rossz a 2005 évi távfűtésről szóló törvény, ideje lenne megváltoztatni.
De itt az elszámolásokkal kapcsolatban nagyon sok egyéb információt tudnék megosztani a lakókkal. Például felvetődött az, hogy ahol elzárják, tehát nagyon sok lakásban elzárják a radiátorokat, és úgynevezett csőrőfűtés megy. Ezt is megkérdőjelezem, hogy hogy lehetne csőrő, tehát a mi lakásunkban töredéke cső van, negyedik emeleten lakom, tető szigeteletlen, töredéke van a csőmennyiségnek, alul egycolos csőrök vannak nálunk, félcolossak, és háromnegyedni el van vágva, tehát töredéke csőmennyiség van a mi lakásunkban. Ennek ellenére felvetődött az a gondolat Farkas Béla ügyvezetőnél is, hogy a csőrefűtés kiküszöbölésének az egyik módja az az lenne, hogy a nagy eltérések csökkentése az lenne, ha a lakóközösségek megemelnék a légköbméter alapú elszámolás arányát a most gyakori 50%-ról akár 70-80%-ra. Tehát most úgy van, hogy 50% légköbméter, 50% költségmegosztó. Minek ez az elképzelés? Őrültek. Hát őrültek agyába születhet ilyen, hogy 80%-ra emelni a légköbméteres fűtés, 20%-or fizetek a tehemnek egy horribilis összeget. Értelmetlen. Sokkal egyszerűbb lenne visszatérni a légköbméteres fűtésre az egész szövetkezetnél. És a lakosság szerintem zöme ezt szeretné, annak ellenére, hogy a vezetőség mindenhol azt állítja, hogy a tagság meg van elégedve a költségmegosztós elszámolással. Sajnos műsorunk ideje véges, de én azt hiszem, hogy nagyon sok téma felmerült még, és nagyon sok gondolat van, amire nem került sor, akár az elszámolások, leolvasások vonatkozásában, úgyhogy én azt tudom megígérni, hogy folytatni fogjuk a témát, és a következő adásunkban már meghívtuk a Székesfehérvári Egyes Számú Lakás Fenntartó Szövetkezet vezetőségét, konkrétan az elnök úrral beszéltem, aki elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy most meg tudom ígérni önnek, illetve a nézőknek is, hogy folytatni fogjuk itt a köztérben a témát. Jó, állunk elébe, nagyon szívesen részt vennénk egy interaktívba, tehát hogy az elnök úrral együtt mi is bejönnénk, és mindjárt szemtől szembe tudnánk föltenni a kérdéseket, de sajnos azt tapasztaltuk, hogy a vezetőség erre nem hajlandó, de itt most meginvitálom, tehát nagyon szívesen bejönnék az elnök úrral együtt, hogy tovább feszegessük ezt a témát. Ezt nem tudom megígérni önnek, azt megígérhetem önnek és a nézőknek is, hogy természetesen a következő héten is majd hozzászólhatnak műsorunkhoz az 516-110-es telefonszámon, és akkor folytatni fogjuk a témát. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Köszönöm a figyelmüket. És köszönjük szépen a lehetőséget.